Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megnézzük az ő gondolatait, az ő érzelmeit, és azt is, hogy mit fog tenni. A gondolatai, a tervei középen láthatóak, itt felül és alul. Itt ez az uralkodó. Jelentheti azt, hogy ő uralkodik a gondolatai felett, nagyon meggondolt. De ez az uralkodó jelentheti azt is, hogy valaki megpróbál uralkodni felette, parancsolgat neki. Szerintem így van, hiszen itt látható, hogy hátat fordít ennek a botnak. És ez a bot tulajdonképpen ez az uralkodó. Kezébe veszi a dolgokat, hátat fordít ennek a személynek, vagy ennek a helyzetnek, új irányba tekint. Itt a közelében ez a másik bot tulajdonképpen téged szimbolizál. Még nem érint meg téged, még nem számol be erről, hogy milyen helyzetben van, vagy hogy milyen döntéseket hoz, de mégis ott vagy a közelében. Itt egy uralkodó látható, ez lehet a főnöke, ez lehet egy munkahelyi helyzet, de a kártyáknak van mindig szimbolikus jelentése is. Előfordulhat az is, hogy itt egy nőről van szó, ha még benne van egy párkapcsolatban. Hogyan érzi magát, az itt látható. A kezébe veszi ezt a kardot. Ezzel a karddal szimbolikusan el lehet vágni valamit, ami azt jelenti, hogy ő lezár bizonyos dolgokat. Ha a munkahelyről van szó, és az uralkodó a főnöke, akkor fel akar mondani, és keres egy új munkahelyet. Ha benne van még egy párkapcsolatban, akkor le akarja zárni ezt a párkapcsolatot, és válásra kerül sor. Vannak nála ilyen gondolatok, hiszen itt a nulla szám, az jelenti az ötleteit, gondolatokat, de nem tudja, hogy mit kellene tennie, hiszen nem tudja azt, mi van akkor, ha egy lépést előre megy, akkor megvan még a talaj a lába alatt, vagy lezuhana mélybe. És ez lehet egy munkahelyi változás, hogy tulajdonképpen fel akar mondani ez a gondolata, hátat fordít a főnökének, de nem tudja, hogy most mi történik. Ha most felmond, talál egy másik munkahelyet, és megvan a biztos talaj a lába alatt, vagy nincs munkája, akkor szimbolikusan itt lezuhan a mélybe. Keresi veled majd a kapcsolatot, hiszen szüksége van a te tanácsodra. De nem csak a tanácsra van szüksége, hanem az érzelmekre is, hogy légy megértő vele, hogy mutasd ki te is az érzelmeidet, mint ahogy ő is kimutatja, hiszen látható itt a nyitottsága, és a kezében ez az arany kehely, az jelenti az érzelmeket. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Ez a vidám mókus szerencsét hoz. Sőt, a csillagok is a szerencsére utalnak. A csillagok jelentik itt a bizalmat is, hiszen minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Ami téged illet, vannak még álmatlan éjszakáid, és töprengsz azon, hogy mi van vele. Lehet, hogy nála vannak most problémák, és inkább olyan visszahúzódó volt eddig,
De ez elmúlik, ez az időszak, hiszen útban van hozzád. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a hölgy a kezében tartja a kulcsot, majd meg lesz idővel a magabiztos fellépése, és ezzel a kulccsal lezár valamit. Ez lehet egy párkapcsolat, ez lehet a munkahelye, és egy időben kinyílik egy új ajtó, mert ezzel a kulccsal ő majd ezt kinyitja, és ez jelenti a ti kapcsolatotokat. Sőt, itt is látható a nyitottsága. A gyűrű azt jelenti, hogy visszatér hozzád, keresi veled a kapcsolatod. Amennyiben munkahelyi témák is vannak, akkor a gyűrű jelenthet kapcsolatokat és szerződéseket. Itt a ravasz róka jelent egy hamis szemét a háttérben. Az lehet ez az uralkodó, ez lehet a főnöke, de lehet még valaki, aki kíváncsi, tudni akarja, hogy milyen döntéseket hoz, ártani akar neki. Itt megjelennek az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltüntetik ezt a töprengést, az álmatlan éjszakákat, ő úgyis jön, és itt a mókus, az már mutatja azt, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat. A házak jelentik az otthonodat, vagy az övéd, vagy ő látogat meg téged, vagy szeretni azt, ha te látogatnád meg őt. A házak jelenthetik a biztonság érzetét is, amikor itt kiépül valami. Ez lehet egy új munkahely, ami biztos, vagy ez lehet egy közös otthon tervezése is. Amit a házak itt még jelentenek, ezek a családi kapcsolatok. Itt láthatóak a gondok, az álmatlan éjszakák, de lesz egy szerencsés fordulat, és a gólyák azt jelentik, hogy itt megváltozik a helyzet, ez az időszak elmúlik. Az ő jelenlegi helyzete itt megjelenik a szerelem istennője, és a kezében tartja ezt a lobogó szívet. Majd ő is kezébe veszi a dolgokat, itt is látható, hogy kimutatja az érzelmeit, ez a férfi szeret téged. És a te jelenlegi helyzeted? Itt a háttérben a lilium virág jelenti a tisztaságot, a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, vagy hogy tisztázódik valami kettőtök között. És ez a fácánmadár szimbolizálja a te büszke tartásodat. És megnézzük a magyar kártyát, amit a férjem készített. Itt a K betűről van szó. Mit jelent számodra a K betű? Nekem eszembe jut Kovács, vagy Károly, vagy Klára, vagy Katalin, vagy Kör, és egy helység, Körös,
bizonyára van falu vagy város, így ezzel a névvel kapcsolatban a Kőrös az egy folyó. De ha neked eszedbe jut egy helyiség K betűvel, ami nekem eszembe jut, Kispest például, akkor ha neked is eszedbe jut egy fogalom, egy név vagy egy helyiség, akkor írd le a kommentárba, ennek nagyon örülnék. És ez a videó, ez a jóslás, egy általános jóslás volt, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint, de még visszatérve a magyar kártyára, itt középen van a rovás írás, és ennek van egy jelentősége, egy szimbólum. Én itt látom a stabil helyzetet, hiszen erre az alapra valamit ki lehet építeni. Ez lehet a munkahely, lehet a párkapcsolat is. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!